A baptista szeretetszolgálat több mint 40 iskola fenntartójaként kiemelt figyelmet fordít a tehetségkutatásra, tehetséggondozásra. Ennek egyik eszköze a sakk. A Nagyhalászi Intézmény is részt vesz a Polgár Judit neve által filmjelzett sakkpalota programban, így a gyerekek már az első osztályban megismerkedhetnek a sportág alapjaival. A sakk olyan kompetenciákat fejleszt a gyerekeknél, hogy minél kisebb kortól érdemes bevezetni az iskolába. És nálunk hagyománya van annak, hogy már első osztálytól a gyerekek heti egy órában tanulnak sakkot. És akkor így kiválnak a tehetségek, tehát van lehetőségünk arra, hogy a tehetségek megmutatkozzanak. Nagyon fontos az is, hogy tehetségpont vagyunk sakk tekintetében, és így minél hamarabb tetten érhető az, hogy ki az, aki fejleszthető, és egy világbajnok sakkozóval is dicsekedhet az intézményünk, hiszen Demeter Dorina nagyon szép eredményeket ért el világviszonylatban. Az országos baptista kupát 7. alkalommal rendezték meg Nagyhalászban, több mint 180 fiatal sakkozó részvételével. Rendkívül érdekli a gyerekeket a sakk, szeretik, amikor nagyon sok versenyt rendezünk a megyében, és ilyenre nagyon sokszor sor is kerül. Ilyen nagy volumenű versenyre, mint az országos baptista kupa ritkán kerül sor, 2-3 ilyen rendezvény van a megyében, ami volumenében ekkora, egyébként az országban sem nagyon szokott ettől nagyobb lélekszámú gyermekverseny lenni. A nagyhalászi versenyen a fiatalok 5 korosztályban mérték össze tudásukat, és a szervezők, az edzők, kísérők számára is rendeztek egy villámtornát.